Sok szeretettel köszöntöm kedves szentgyörgyi polgártársaimat, háromszékieket, székelyföldieket. Ünnep ez a nap, és öröm, hogy együtt lehetünk így. Ünnep minden pillanat, amikor az együvé tartozás, a változtatás jegyében kerülünk egymás mellé. Amikor a lelkünk, mint hamu alatt a szétszórt parazsak, közel kerül egymáshoz, és egymást átízítjük, egymást átlelkesítjük, és érezzük, hogy a világot is ki tudjuk fűteni, és meg tudjuk változtatni. Itt vagyok hát, testvéreim, barátaim, előttetek, önök előtt, egy új minőségben, egy új helyzetben, politikai, önkormányzati, jelölti minőségemben szólni hozzátok, megosztani veletek álmaimat, terveimet, megosztani veletek gondolataimat. Itt állok azzal a szent meggyőződéssel, hogy egy történelmi pillanat megszólításának tettem eleget. Itt állok, mert másként nem tehettem. Itt állok, mert szólott a történelmi pillanat, miként szólt még olyan sokszor a történelemben Isten igéjét szóló elődeim esetében is. Kit küldjünk el, ki megyen el nékünk, imhol vagyok, itt vagyok, küldj el engemet, vállalom. Nem könnyű ez a teher, tudom, de vállalom. Azért vállaltam mindenek fölött, kedves barátaim, ezt a megtisztelő felkérést, mert éreztem, hogy ez a kór, ez a mögöttünk álló 18 év, vagy az 50 év, vagy a majdnem 90 esztendő, nem csak javainkat, nem csak tárgyi értékeinket, nem csak identitásunkat akarta ellopni, de a lelkünket is, a reményünket is. Ezért érzem én azt most, hogy nekem dolgom van itt. Ezért érzem itt én azt, hogy dolgom van veletek együtt, közösen, az összeérő lelkünkkel újjáépíteni a reményt, újjáépíteni a hitet, azt, hogy lehet. Hogy igenis változtathatunk, hogy jobbá tehetjük az életünket. Hogy nem igaz az, hogy valahol palotákban, elsötétített függönyű irodákban döntenek fölöttünk. Mi magunk kezünkbe vehetjük a sorsunkat és tehetünk. Az én versenytársam, még csak nem is vetétársnak, hiszen versenytársnak nevezem az RMDS részéről, azt mondta, hogy én csak úgy ad hoc kerültem ide, engem most találtak ki, ahogy ő fogalmazott, ha pontosan idézem, de ő már évek óta készül. Így igaz, nem készültem. Nincs médiabirodalmam, nincs rádióm, nincs újságom, nincsenek eszközeim, nincsenek előre kigondolt jó kampány trükkjeim, nincsenek kapcsolataim, hogy megbeszéljem a rendőrséggel, hogy felállítunk táblákot a megye határához, aztán lebontjuk. Nem szeretem az autonómia bohóckodást, nem volt időm nekem ilyen dolgokkal foglalkozni, mert dolgoztam, prédikáltam, tápláltam a hitet, vigasztaltam azokat a megalázottakat, akiket a politikum kisemmizett vagy elfelejtett. Nem volt időm, nem készültem, így igaz. De az is igaz, hogy miként ti sokszor vagytok úgy, hogy nem készültetek asztalosnak, vagy ennek, vagy annak, mert így elromlott ez a világ. Időnként kivennétek a kezéből, igaz, a kőműves kanalat, vagy ki tudja mit, és csinálnátok jól. Én is úgy érzem, úgy éreztem, hogy most itt a dolgom, ide kell állnom, hitemmel, tudásommal, meggyőződésemmel, lelkesedésemmel, következetes elkötelezettségemmel, és veletek együtt tennem kell. Vezetés nem papolásból áll, nem szépeket kell mondani majd megyei tanács elnökként, és a lelkeket simogatni csupán. Tettekre van szükség, igaz ez. De az is igaz,
hogy ott önkormányzati vezetőként elkötelezettségre van szükség, hitre van szükség, erkölcsösségre van szükség, tartásra van szükség. Arra a hitre van szükség, amely kimondatja, miként a proféták kimondták a történelemben olyan sokszor, a van világából azt, amit létre kell hozni, a kell világát, amit lehet létrehozni, azt, amiért síkra szálltak. Kimerik mondani azt, hogy érdemes nagyot álmodni, merni kell nagynak lenni. Úgy, ahogy odaállt a másik országban, az anyaországunkban, vérzik a lelkünk, hogy ma csak a törpe hasoncsúszást, a térdenmászást akarják ráerőszakolni egy nemzetre, törpe sorsba kényszeríteni. Merni kell nagynak lenni, merni kell bátornak lenni. És ha nincs valami most, előbb itt bennünk, a hitünkben, a lelkünkben születik meg, úgy, ahogy Gábor Áronnak nem állott ott a fegyverarzenál, de azt mondta öntőmesterként, lészen ágyú, és lett ágyú. Ez a hit kell ahhoz is, hogy valaki elhiggye, önmaga is elhiggye, hogy az a szék, az a helyzet, az a három szék mindenek fölött, amelyre rá szeretne ülni egyszerre, s mind kiesnek alulna, az nem csak arról szól, hogy ő maga gyarapodjon, vagy a szűk baráti köre, hanem arról szól elsősorban, hogy a lehetőséget a hit által megteremtse. Arról szól, hogy a hit által keretet teremtsen. Miként hallottam itt ezelőtt már évekkel az önkormányzat, a háromszéki önkormányzat vezetőitől azt, hogy előbb gazdaságilag kell felnőni az autonómiához. Előbb meg kell teremti a feltételeit, és majd aztán akkor egyszer majd autonómok leszünk. Mennyire ismerős ez a hitetlenkedés. Igaz? Hallottuk már azt is, hogy egyszer meg kell építeni a házat, autót kell vásárolni, és majd aztán gyereket vállalunk. Igaz, aki így beszél, az aztán végül minden nélkül marad. Mert hite nem volt abban a pillanatban, amikor vállalnia kellett volna. Nem igaz az, hogy előbb gazdaságilag kell felnőni az autonómiához, hanem előbb ki kell mondani, ki kell jelenteni, akarni kell, hinni kell, tenni kell, és vissza kell adni a reményt, hogy ez lehetséges összefogással, munkával, mert ez nem egy csoda, nem egy démon, ahogy démonizálták, nem egy választási kampány, szlogén csupán, amelyel teleragasztjuk a kerítéseket, addig, amíg az eső lemossa, ott van, és aztán elfelejtjük, mert 4 év múlva a megélhetés majd újból előszólítja, és aztán így 4 évenként, és odázzuk, és hát, ha egy életen át meg lehet élni belőle. És egy fél órára akár megyéket egyesítünk. A hit arról szól, hogy elhisszük, hogy ez a székely nép valóban csodára képes. Elhisszük, hogy lehet tenni érte. Visszaadjuk a hitet, a reményt, hogy a munka, a becsület az a legszentebb érték. Hogy nem az ügyeskedés, az okoskodás, a kertek mögött osonás, a biccenő gerincűség az, ami az életre valóság feltétele, hanem a tartás, az a tartás, amelyen elődeink is állottak. Nézem a mi jelképünket, a fenyőfát, és mert pap vagyok, a nem látható dolgokra is figyelek, látom a gyökerét, azt a gyökeret, amely táplálja ezt a fenyőt, azoknak az életét, akik előttünk jártak, akik ágyút öntöttek, vagy akik kiválogatták a köveket a földből, hogy termővé tegyék, akik kisimogatták, kiszerették a kenyeret ebből a szikányos székely földből, és kötelez ez a gyökér. Igen, ahogy udvarhelyen is mondtam, a jéghegy látható csúcsa vagyunk, mi ma, akik itt vagyunk. Ennyien ahányan összesereglettünk, és annyian ahányan éljük ennek a városnak sokszínű életét ebben a pillanatban.